Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, amire egy nagyon izgi témát találtam ki. Egyszer azt hiszem, hogy láttam már ilyen videót, viszont az csak egy ilyen kis összeállítás volt, a Brillbird csinálta még évekkel ezelőtt. És az a témája az egésznek, hogy hogy lehet műkörömmel dolgokat csinálni. Ami miatt kitaláltam, hogy meg szeretném csinálni ezt a videót, az nem más, mint hogy a körmös videóm után, amit mellesleg, ha nem láttatok még, akkor itt le tudjátok csekkolni, vagy keressétek a csatornát. Nagyon sokan írtatok kommentet is, meg Instán privátba üzenetet is, hogy nagyon szép és tök jó minden, de hogy csinálok vele ezt, azt, amazt és stb. Úgyhogy arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, mert igazából semmi ördöngőség nincsen a dologban. Kértelek titeket Instán is, hogy írjatok nekem dolgokat, hogy mit nem lehet szerintetek megcsinálni műkörömmel. Úgyhogy egy pár dolgot most végig fogunk venni. Amivel talán kezdeném, az mindenféle arc és testápolással kapcsolatos dolog, ugyanis még smink nélkül vagyok, és nem sokára indulunk Bencével az irodába, úgyhogy illene gyorsan összeszedni magam. Úgyhogy induljunk el, és kezdjük el a napot ezekkel a körmökkel. Az első olyan dolog, amit nagyon sokan írtatok, hogy hogy tudok belenyúlni tégelyekbe, krémekbe, és hogy benne marad a körmöm alatt, meg ilyen dolgok. Úgyhogy ezt most szeretném nektek megmutatni, hogy ha van egy nagy tégelyetek, akkor egészen egyszerűen belenyúltok így, és kivesztek annyit, amennyit akartok, mert normál esetben se így nyúlsz bele egy tégelybe, úgyhogy az első feladat meg van oldva. Arckrémből egyébként se használok tégelyeset, viszont írtátok, hogy nem lehet bekenni az arcot hosszú körömmel, és ezzel nem értek egyet egyáltalán, mert tökéletesen be lehet kenni. Egy valami van, amit tényleg nagyon nehéz megcsinálni, hogyha sminkelsz, és a szemhéjadra egészen belőre szeretnél pontosan tenni valamit. Meg lehet oldani, de azt helyezgetni kell. Most majd a sminkre való tekintettel teszek fel pár csepp olajat az arcomra, de tényleg csak 3 csepp, mert ez is bőven elég. Ezt egy kicsit eloszlatom. És jöhet a kis rollerezés. És miután kicsit felfokoztam a vérkeringést az arcomba, jöhet egy ajakbalzsam, amit normál esetben új begyel tennél fel, viszont mivel hosszú körmed van, egész egyszerűen csak belenyúlsz, kiveszel egy keveset, rárakod a szádra, és eldolgozod. És igazából meg is van a reggeli bőrápolási rutin, és semmi nem ment a körmem alá, semmit nem törtem le, úgyhogy eddig egész jól haladunk. Viszont most jön az, amire a legtöbben kíváncsiak vagytok, és amit a mai napig nem tudok megérteni, hogy miért téma egyáltalán, de mégis téma, úgyhogy megmutatom nektek. Tehát, ez egy WC-papír, és a kérdésetek az, hogy hogy lehet ilyen hosszú körömmel kitörölni a bármidet? Hát megmutatom. Vigy annyi WC-papírt, amennyit kedved tartja, majd hajtsd annyiba, amennyibe jól esik, és fogd meg a kezedbe. Tehát bármit tökéletesen tudsz törölni, bármilyen irányból. Úgyhogy, ha bárkinek ez volt a kérdése, akkor megmutatom, hogy tök jól megy. A másik hatalmas nagy kérdés, amit viszont megértek, tehát ez egy tényleg olyan kérdés, amit megértek, ha bárki iszik bármiféle olyan üdítőt, energiaitalt, ami picike kis fémdobozban van, azt valahogy ki kell bontani, és hosszú körömmel nem biztos, hogy könnyű. Mivel nekem porcelán körmöm van, nagyon könnyen ki tudom bontani, de ha valaki úgy érzi, hogy az ő körme nem elég erős, akkor elővesz egy kést, beteszi a kis fül alá,
és felnyitja. Viszont, mivel nekem nagyon erős a körmöm, így be tudok nyúlni alá, meg tudom nyitni, és ki is van bontva. És hogyha ezzel is megvagyunk, és megvan a kis üdítőnk is, még mielőtt elkezdenénk sminkelni és készülődni, mosogassunk egyet. Nem tudom igazából, hogy miért okozna problémát a mosogatás hosszú körömmel, bárminek a mosogatása, de most megmutatom, hogy gyakorlatban hogy néz ki. Tehát a történet úgy kezdődik, hogy vigy egy poharat, tányért, bögrét, amit szeretnél, és természetesen egy szivacsot. Nálunk itthon van mosogatógép, tehát nem feltétlen kell mosogassak kézzel, hogyha nem szeretnék, viszont hogyha szeretnék, akkor nagyon egyszerűen meg tudom tenni. Méghozzá úgy, hogy megfogom a szivacsot, és mosogatok azzal az oldalával, amelyikkel jónak érzem. És azon kívül, hogy a bögrét is tökéletesen el tudom mosogatni, a körmöm még a segítségemre is van. Ugyanis, hogyha mondjuk egy pohárba nem érek bele, akkor a körmömmel meg tudom nyomni a szivacsot, és leérek az aljára. Tökéletesen, úgyhogy mosogatás is kipipálva. Írtátok páran azt is, hogy nem lehet szeletelni hosszú körmökkel, viszont szerintem a bármiféle zöldség-gyümölcs felvágása is sokkal könnyebb körmökkel, ugyanis koncentrált a vége, vékonyabb, mint az ujjad, és tök egyszerűen meg tudsz vele fogni dolgokat, sőt, hogyha olyat vágsz, ami nem kell, hogy feltétlen szép legyen, akkor még egy picit bele is tudsz szúrni, hogy fixen tartsd, tehát nyilván itt nem ilyen mesterszakás szintű szeletelésről beszélünk, de otthoni használatra tökéletesen jó. Ezután van itt egy olyan dolog, amit soha nem hittem, hogy a csatornámon igazából mutogatni fogok, de hát elértünk ehhez az időszakhoz is, ahogy látjátok, ami nem más, mint egy tampon, mert egy nagyon cuki csaj egyébként megnéztem az instáját, azt írta, hogy neki a tampon felrakással meggyűlt a problémája. Megmutatom, hogy én hogy csinálom igazából. Tehát a fiúk ezt úgyse értik, de a lányok tudják, hogy hogy raksz fel egy tampont, viszont ha hosszú a körmed, akkor egy kicsit ez így ilyen nehézkes, kellemetlen dolog. Viszont, hogyha alakítasz a dolgon, és egy kicsit kinyitod a tamponnak a végét, akkor a körmöddel bele tudsz nyúlni egy kicsit, és így sokkal fixebb a tartás, tehát így konkrétan megmarad az ujjadon, és így sokkal egyszerűbb igazából az egész dolgot végrehajtani. Úgyhogy ha bárkinek nehéz volt felrakni a tampont hosszú körömmel, akkor remélem, hogy tudtam segíteni egy kicsit. Viszont most gyorsan kisminkelek, mert szerintem mindjárt indulni kell, és azt hiszem, hogy nem leszek kész, úgyhogy gyorsan kisminkelek, és utána folytatjuk tovább az öltözést. Yay! Annyira haragszom magamra, amikor ezt csinálom. Most jöttem rá, hogy totál nem olyan sminket csináltam, mint amilyen ruhát fel akartam venni. Úgyhogy lehet, hogy változtatni kell a terven, de most már tényleg indulni kell, úgyhogy gyorsan öltözzünk fel, én azt mondom. Fekete ruciba felteszem az órámat. Tehát, itt van ez a kis lánc, amit ugye Bencétől kaptam. És hogy mutassam, hogy lássátok? Pont így beér, szuper. Oké. Ezt, hogy mutassam nektek, hogy lássátok, nyaklánc felrakás, de talán így, látjátok? Igazából ugyanúgy teszel fel bármit, mint rövid körömmel. Az oldalával kinyitom, belerakom, és beleengedem. Amit még kérdeztetek páran, hogy apró fülbevalót. Én azt is úgy szoktam... Szia szépség! Te hogy szoktál apró fülbevalót tenni? Hát ez az nagyon sok mindentől függ. Igen? Egyik nap a másikat befusásolja. Szóval,
magát a fülbevalónak a kis bogyóját, vagy akármilyen van, azt beszoktam így fogni, így, hogy. Hát, de beauty glue-sok. De én még sose csináltam olyat, nem tudom, hogy kell. Igen, szóval így befogom, ugyanez a másik oldalt is, és így szoktam berakni, csak ugye nem bírja a fülem, úgyhogy nem fogom most berakni. Hello! I was searching around the internet. I was searching around the internet. Hey, suddenly my pants. My pants were slipping. I deleted the virus. I deleted the virus. Mom. Mom. I'm telling the truth. I'm telling the truth. So, megmutatjuk mind a ketten, hogy hogy néz ki az outfitünk. Igen. Akkor forduljunk meg. Yeah! Imádom ezt a tükröt, annyira jó! Hát én nem nézek ilyen jól itt. Csoda, szép vagy. Én az a fél vagyok a kapcsolatban, aki csak támogatja a másikat. Ó, ne legyél buta! Ezt egyébként nem kérdezte senki, de gondoltam megmutatom, mert ez is nehézkes. De megoldható. Csinálni kellene valami kaját, és ha valami alatt tudom is, hogy mit fogok csinálni. Úgyhogy tartsatok velem! Azt hiszem, ilyen szögből se videóztam még. Nagyon hangos ez a kis szagelszívó, vagy nem is tudom, minek hívjam. Avokádós puffasztott rizst fogunk enni, vagy én legalábbis biztos. És mondjuk kenőkéssel nem nagyon vágtam még avokádót, de egész jól működik. Nem nagyon tudom máshova letenni a kamerát, úgyhogy most ott fogtok maradni, és én pedig itt elkészítem a kis kajámat. És kész is van a kis 10 óraim, talán 10 órainak lehet hívni. És akkor igaz, hogy otthon csak szimuláltam, itt viszont megmutatom, hogy lehet mosogatni körömmel. Sokkal jobban zavar egyébként a gyűrű a mosogatásba, mint a köröm. Jó étvágyat! Tehát, kaja után még szerintem két dolog van, amit meg fogok nektek mutatni, mert többet nem nagyon tudok összeszedni. Az egyik dolog, amit írtatok, hogy a hajkötés nehéz műkörömmel. Szóval... Nem látom magam, úgyhogy egyébként nem tudom, hogy mit csinálok, de... Ezután pedig még egy dolog volt, amiben valamennyire én is egyetértek. Földről, asztalról való pénzfelvétel, vagy bármi apró dolog, hajcsat, vagy bármi ilyesmi. Az asztalról való felvétel az azért egész egyszerűen megoldható, mert megfogod és lehúzod. És az igazi próba... Hát azért ez is megoldható. Főleg akkor, hogyha vékony a körmötök, akkor nem olyan nehéz. Kaja után egyébként lekopott rúzzsal, így a tanulságot levonva, körülbelül annyi, hogy bármit meg tudtok csinálni hosszú körömmel, tényleg bármit, és nagyon sokan írtátok is, hogy
nincs olyan, amit ne lehetne megcsinálni hosszú körömmel. Esetleg szükség van egy kis gyakorlásra, hozzá kell szokni, de nem nagyon tudok olyan dolgot elképzelni, amit ne lehetne hosszú körömmel megcsinálni. Úgyhogy ha valakit csak ez tartott vissza attól, hogy esetleg egy kicsit hosszabb körmet kipróbáljon, hogy félt azoktól a dolgoktól, amiket esetleg nem tud megcsinálni, annak mondom, hogy teljesen nyugodtan mindent nagyon nagyon szépen meg lehet csinálni hosszú körömmel. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kis videó, ez ennyi lenne. Megpróbáltam összegyűjteni tényleg azokat a dolgokat, amiket felsoroltatok nekem, és megpróbáltam megcsinálni őket. Szerintem egészen jól ment, és nem túl bonyolult az élet ekkora körömmel. Voltak olyan dolgok, amik lovaglással kapcsolatosak, és ott azért egy-két dolog tényleg van, amit nem nagyon lehet ilyen hosszú körömmel csinálni. És voltak olyan dolgok is, amiket nem nagyon tudok kipróbálni, mint például baba pelenkázás. Nem sűrűn pelenkázok babát, főleg nem ekkora körömmel. De azért remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és tudjátok, az Insta nevem mindig lent van a leírásban. És hogyha esetleg szeretnétek még valami ilyen körmös videót, hogy mit tudok megcsinálni, vagy mit nem tudok megcsinálni ekkora körömmel, akkor azt írjátok meg a komment részlegbe. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!